Növekvő papírárak, néhány papírtermék ára csak nem a duplájára nőtt. Tömeges baleset a hétvégén, 9 autó ütközött össze az M1-es autópályán. Elkészült a közösségi szintér, folyamatos a bölcsöde építése, az önkormányzati telkek értékesítése a legfontosabb feladat 2022-ben Hegyeshalomban. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvár TV híradóját látják. Az elmúlt hónapokban jelentősen nőtt a papírtermékek ára. Tavaly ősszel jelent meg először a hír, miszerint a globális cellulóz hiány miatt jelentős a papír árának emelkedése, mindez pedig hamarosan a könyvek árán is tapasztalhatóvá válhat. Csomagokban sorakoznak a papírok az egyik mosonmagyaróvári nyomdában. A tulajdonosok szerint a papírhiányt nem, de a papírtermékek árának növekedését annál inkább tapasztalják. Ez a jelentős növekedés tavaly nyár óta érzékelhető, azóta pedig hónapról hónapra emelkedtek az árak, ezért szinte kiszámíthatatlan lett a piac. Van olyan termék, ami a tavalyi árához képest csak nem a másfélszeresére nőtt. Sajnos ez már olyan mérték, amit nem tudunk beépíteni az árainkba, tehát tovább kell hárítanunk a vásárlók felé. Mivel a nyomdát a papírhiány nem érinti, beszállítóiktól értesültek, hogy a nagy papírgyártó cégek közül többen a csomagolóanyagok gyártására tértek át, hiszen a környezettudatosság jegyében egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a papíralapú csomagolóanyagok. Emellett pedig a konténerárak és a szállítási költségek is jelentősen nőttek, amik szintén befolyásolják a papírár növekedését. A cégvezető elmondta, hogy állandó ügyfeleikkel gyakran éves szinten előre megállapodnak az árakról. Ebben a helyzetben viszont nehéz megjósolni az áremelkedést, ezért is igyekeztek bevásárolni az alapanyagokból. Amikor kiderült, hogy ez nem fog megállni ez az áremelkedés, akkor úgy döntöttünk, hogy nagyobb raktárkészletet vásárolunk, és megpróbálunk ebből minél tovább az idei évben dolgozni, hogy ne az még magasabb árakon kelljen a papírt megvásárolnunk. Hamarosan a könyvek árán is tapasztalható lesz a drágulás, erről már a 24.hu írt. A Huszárgálvárosi Könyvtár könyvállománya tavaly több mint 3000 új könyvvel gyarapodott. A könyvtár szakmai vezetőjét kérdeztük arról, hogyan érinteni a könyvtárat az áremelkedés. Alapvetően jó helyzetben vagyunk, hiszen a főbeszerzési forrásunk online webáruház, ahol jelentős mértékű kedvezményt kapunk, mint intézmény, mint könyvtár, úgyhogy ez már alapvetően egy csökkentett ár, és ezáltal sokkal többet is tudunk gyarapítani. Nyilván van egy költségvetési keret a dokumentumbeszerzésekre, és ezt igyekszünk tudatosan kihasználni. Sokan az olvasás reneszánszának tartják az elmúlt időszakot. Ezt a feltételezést a helyi könyvtár is megerősítette, hiszen a tavalyi évben is jelentősen nőtt a könyvtárba járók száma. Ez az esetleges könyvár emelkedése tovább nőhet, hiszen a könyvek kölcsönzése sokkal gazdaságosabb lehet. Az éves tagság 1200 forint, illetve 600 a féláras, azt gondolom ez is egy elenyésző összeg ahhoz képest, hogy mennyibe kerül manapság egy könyv. Most sokkal többet hazavihetünk, a tárolással sem lesz gondunk, és folyamatosan tudunk újabbakat olvasni. A könyvtári tagság 16 év alatt és 70 év felett ingyenes. Tömeges baleset történt szombat reggel az M1-es autópályán Lébény közelében. 9 autó ütközött össze Hegyeshalom irányában, egy kamion átszakította a szalagkorlátot, ezért mindkét pályatestet lezárták a műszaki mentés idejére. A balesetben ketten sérültek meg könnyebben, őket a mentők a győri kórházba vitték. Várhatóan 1,4 milliárd forintos költségvetésből gazdálkodhat Hegyeshalom önkormányzata 2022-ben. A tavalyi évben több utat is felújítottak, elkészült a régóta várt közösségi szintér, de elkezdték egy kétszobás bölcsöde építését is. Az idei év legfontosabb célkitűzése az önkormányzati telkek értékesítése, amivel elsősorban a helyi fiatalokat segítenék. Ünnepélyes keretek között vágták át a nemzeti színű szallagot Hegyeshalomban 2021. júniusában, amikor is hivatalosan is átadták a hosszú évek óta várt új közösségi színteret. Hegyeshalom 1993 óta kultúrház nélkül maradt, amit a település vezetősége többször és többféleképpen igyekezett pótolni. Ezekről azonban hamar kiderült, hogy egy kulturális közösségi színteret nem pótolhatnak, így mindenképp szükség volt egy ilyen térre. 2015-ben aztán megkezdték az előkészítő munkálatokat, felmérték a lehetőségeket,
Így az új intézmény az egykori kisiskola épületében és egy új szárnyban kapott helyet. A 650 millió forintos fejlesztés az elmúlt évek legnagyobb beruházása volt a település életében, bár az adóbevételek kiesése miatt kellő óvatossággal kezdte meg a 2021-es évet Hegyeshalom önkormányzata, ami miatt több beruházást is felfüggesztettek. Évközben sikerült ezek nagy részét is megvalósítani, mint például az utak felújítását a Magyar Falu programnak köszönhetően. Sikerült a részben a Magyar Falu programba, részben pedig a belügyminisztériumi pályázatokon felújítanunk a Petőfi utcának a Szent István király útjától a Dózsa-György utcáig terjedő szakaszát. Végre sikerült megcsinálnunk a Millennium tér előtti részt, és a Vasút utcának a burkolatát sikerült megerősíteni. Ezek nagyon, nagyon kátyúsak voltak, nagyon gödösek voltak, és ehhez aztán még párosult hozzá a Petőfi utcának a Szent István király útjától a Széchenyi utcáig, illetve a Széchenyi utcának aszfalt felújítása. Felhólyagosodott padló, elvált ragasztás, beázott falak. Két éve még ezek az állapotok uralkodtak a Hegyeshalmi Napsugár óvodában, most viszont már új padló, frissen festett falak és új játékok között tölthetik mindennapjaikat a gyermekek. A Magyar Falu programnak köszönhetően ugyanis 15 millió forintból újult meg az óvoda tornaszobája, valamint további pályázati támogatásból az épület tető szerkezete. A község további nagy beruházása egy új két csoportszobás bölcsőde építése, ahol már javában folynak a munkálatok. Szeptembertől a tervek szerint pedig összesen 24 gyermeknek biztosítanak majd felügyeletet az intézményben. Az idei nagy programja az önkormányzatnak a Benzik utáni szembeli területeknek a területen kialakított családi házas lakótelkeknek az értékesítése. Itt elsősorban a hegyesalmiakra gondoltunk, és a hegyesalmi kötődések, illetve leírtuk ugye a határozatban, hogy mik ezek a feltételek, hogy ki lehet az, aki a telek árból elengedünk neki 2 millió forintot. Bár az idei költségvetést még nem fogadta el a testület, az előzetes tervek alapján mintegy 1,4 milliárd forinttal gazdálkodhat a település 2022-ben. Az év elején indítják a Magyar Falu program és a Top Plus pályázatokat, a tervek szerint pedig idén is folytatódik az útfelújítási program, valamint az iskola területén lévő Kistocsa épületét és az egykori gimnáziumot is felújítanák az idei évben. 2016-ban mutatta be először a Teátrum Átflexum a Csoportterápia című zenés komédiát, ami már akkor is nagy sikernek örvendett. A társulat most újra színpadra állt, és a hétvégén három alkalommal várták a közönséget a Flash központban csoportterápiára. Lajos! Cici! Trixi! Maga jön! Megmondom, de ne utáljatok ezért! Három férfi és három nő, összesen hat, egymástól teljesen különböző karakter. Vicces helyzetek, sok nevetés, de ugyanakkor elgondolkodtató szituációk is jellemzik a Csoportterápia cím zenés komédiát. A darabot elsőként 2016-ban mutatta be a Teátrum Átflexum, Pásztor Ádám, Levéli Karolin, Füredi Kornél, Snitzerné Samu Tímea, Major Tamás és Gerstweiler Weiss Judit szereplésével. A darab már akkor is nagy sikernek örvendett, így 2019-ben merült fel az ötlet, hogy ismét színpadra állítják. A koronavírus miatt azonban eddig elmaradt az újbali bemutató, most hétvégén azonban három alkalommal várták az érdeklődőket a Flash központban. A régi dolgok visszajönnek, és nyilván pakolódik is rá egy csomó dolog az évek során, ahogy mi is idősebbek leszünk, úgy változik egy picit a darab is, de alapvetően azért nem változott meg, tehát hogy nem lett átrendezve, vagy, de mégis ezek a dolgok ezek ráültek erre, és jó értelemben ültek rá. Az elmúlt két évben nagyban megnehezítette a kultúra helyzetét a pandémia, emiatt talán még aktuálisabb a csoportterápia, aminek szélsőséges karaktereiben mindenki kicsit magára ismerhet. Én is változtam az öt év alatt, a karakterem is egy picit. Nyilván vannak itt fix pontok és keretek, ami nyilván nem változhat, de úgy gondolom, hogy a Jettinek is a személye fejlődött, és én is próbálok belevinni kis újításokat a karakterembe. Nehezebb vagy könnyebb volt megszemélyesíteni, mint a évvel ezelőtt? Jó kérdés.
Nehezebb, mert szeretném ugyanazt a színvonalat hozni, amit 5 évvel ezelőtt tudtam, és ez nyilván kihívás, hogy most is ugyanúgy jó legyen a Jettinek a karaktere. A darab egyik szereplője Pásztor Ádám, aki jelenleg is az ország több színpadán szerepel, mindezek mellett pedig hamarosan a Karinthy Frigyes és Böhm Aranka kapcsolatát bemutató filmben is láthatja a közönség. Emellett mindig is fontosnak tartotta, hogy újra és újra fellépjen a Moson magyaróvári közönség előtt. Mindig nagyon nagy izgalom, hogyha hazai színpadon játszhatok. Hál' Istennek elmondhatom, hogy az év többi napján bejárom az országnak az egyéb színpadait, de itthon mindig egy különleges élmény hazai színpadon játszani, illetve nagyon nagy izgalom mindig. A csoportterápiát ezúttal 3 alkalommal nézhette meg a közönség, a Teátrum Átflexum tagjai pedig folyamatosan dolgoznak. Jelenleg futó darabok a Sárdi Bíró, valamint a Zárt tárgyalás, de a remények szerint minél hamarabb színpadra léphetnek a tagok egy nagyobb szabású darab keretében is. Norvégiába látogatott a Madarson Moson Magyaróvár, hogy a Szóla HK ellen bepótolja az elmaradt Európa Liga csoportmérkőzést. Az idegenbeli hazai mérkőzésen a Szóla HK a saját pályáján fogadta az MKC-t az Európa Liga A csoportjában. A mérkőzésen a Szóla bizonyult jobbnak, 6 góllal verték meg a Moson Magyaróvári csapatot. A pénteki vereség után a vasárnapi visszavágó sem sikerült jobban. Az MKC csapata megfogyatkozott a második mérkőzésre, hiszen Pásztor Noémi válla megsérült pénteken, Anna Kojicsot pedig lábsérülése akadályozta abban, hogy pályára lépjen. Az eredmény Szóla Moson Magyaróvár 27-22 lett. Néhány mondatban a keddi időjárásról. Felhős, borult lesz az ég, marad a szeles idő, ami délutánra viharossá fokozódik. Többfelé alakulhat ki eső, zápor. Moson Magyaróváron és a térségben 7 fokig melegszik a levegő. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták. Mai hírhátterünk vendége Drescher Otto, az MTE 1904 elnöke, akivel Segesvári Zsolt beszélget. Ezután a Szigetköz Sport című magazinműsort nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb kedden 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!